Izrael folyamatosan támadja Hamas célpontjait a gázai övezet középső és északi részén. Az összecsapások miatt az ENSZ élelmezési programja leállította a humanitárius segélyek szállítását a térségbe. A Hamas október 7-ei több mint 1000 áldozattal járó terrortámadása után indított izraeli offenzíva során 29 ezer ember halt meg a gázai övezetben. A helyi Hamas felügyelte egészségügyi minisztérium közlése szerint. A WHO főigazgatója halott zónának nevezte a területet, melynek nagy része elpusztult. A halálos áldozatok mellett sokan eltűntek, feltételezhetően ők is halottak, és rengetegen megsérültek. A súlyos alultápláltság aránya a lakosság körében drámaian megugrott a háború kezdete óta. Az 1% alatti értékről egyes területeken több mint 15%-ra emelkedett, mondta Tedros Ghebreyesus. Miközben a tűzszünetre vonatkozó nemzetközi felhívások egyre erősödnek, és Washington a kétállami megoldást szorgalmazza, az izraeli parlament megszavazta Benjamin Netanyahu törvényjavaslatát, melyben hivatalosan is ellenzi Izrael nevében a palesztin állam egyoldalú kikiáltását. Izrael népe és választott képviselői ma olyan egységben vannak, mint még soha. A Knesset elsöprő többséggel megszavazta, hogy ellenezze minden olyan kísérletet, amely egyoldalúan egy palesztin államot akar Izraelre kényszeríteni. A béke csak akkor érhető el, ha teljes győzelmet aratunk a Hamas felett, mondta az izraeli kormányfő. A célnak és a megmaradt izraeli túszak megmentésére irányuló küldetésnek a része lett Rafah lerohanása, ahol az övezet csak nem 2,5 millió lakosának fele keresett menedéket. Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Izraelt, hogy egy Rafahi offenzíva katasztrófa lenne a tragédiában.